A Crokinol eredetileg 1876-os kanadai származású ügyességi társasjáték, melyben a játékosok leginkább a curlinghez hasonló, hasonlóan ilyen korongokat próbálnak meg a lehető legjobb pozícióra pöckölgetni. Csodálatosan egyszerű és abszolút említésre méltó társasjáték, jöjjön róla egy játékbemutató. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. A következőkben némileg rendhagyó módon egy gameplay keretein belül fogom bemutatni a játékszabályokat. Lássuk. A Krokinol során pontokat fogtok gyűjtögetni, és aki először 100 pontot gyűjt, győz. Különféle részei vannak ennek a játéktáblának, amit helyezhetek majd úgy, hogy mindkét játékos elérje. Mindegyik játékosnak lesz egy negyede, és a negyed mögé üljön le. A játékszabály egyértelműsíti, hogy később a játéktábla nem mozgatható, illetve te sem állhatsz föl a székről, hanem a széken maradva kell majd pozíciót választanod, hogy lehetőleg a saját 12 koronyvédból minél többet, a lehető legközelebb a középső körhöz próbál meg lehetőleg konkrétan bele. Abban az esetben, hogyha egy ilyen korongot a juttatnod, akkor az 20 pontot jelent, hogyha a 20 pont körülötti gyűrűben végzi majd egy ilyen kis korongod, akkor 15 pontot jelent, az egyel kintebbi az 10, és a legkülső gyűrű pedig 5 pontot biztosít majd a játékosnak a végén. Két nagyon fontos helyzetet különböztetünk meg. Az első helyzet, amikor nincs a másik játékosnak korongja a táblán, ebben az esetben próbáld meg a korongodat bejutatni középre, akkor 20 pontot biztosít, vagy lehetőleg minél közelebbre. Abban az esetben hogyha ha a másik játékosnak van korongja a táblán, akkor először azt el kell találnod. Tehát ez nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha így az alapvonalról elindulva sikerülne betalálnom középre, de nem találtam el a másik játékos korongját, ez sajnos az árokba kerül. Az árokba került korongok a játék végén nulla pontot érnek. Fontos érdekesség meg a játékokkal kapcsolatban, hogy kezdeni hátrány, ugyanis mindkét játékos 12-12 pöckölést hajt majd végre, és nagyon nem mindegy, hogy kihajtja végre az utolsó pöckölést, úgyhogy a későbbi részekes vagy a későbbi játék játékok esetében, akinek több pontja van, ő kezd, és ez egy icipici balansz a játékban. Javaslom, hogy nézzük is meg játék közben, hogy működik a krokinó. Kezdjek én? Öm, Vagy én nagyon kezdeni. szívesen kezdek Nézzünk meg. Ugye az alapvonalról kell kezdened a saját cikkeidben, Tehát nagyon fontos, hogy ezt a vonalat kell érintenie a saját kis korongodnak. A játékhoz tartozik egy tubus ilyen csúszást segítő por, por. amit amennyire meg tapasztaltuk, Rögtön az első játék alkalommal egy picit meghintettük itt oldalt, megmártottuk benne a kis korongokat, és nagyon szépen csúsznak, időközönként érdemes lehet lepolni. Ezzel szerintem az a következő 850 évre elegendünk. <laughs> Körülbelül... Mennyiség rengeteget kaptunk, valamint egy egy plus plusz korongot is, tehát 13-13 korongal érkezik meg a játék, de csak 12-12 játszunk, hogy esetleg valamelyik elveszne, akkor Ez Ezt kisgyerekesként külön no. A pöckölés nem lehet ö, kísérnem az ujjammal, tehát hivatalos pöckölésnek kell lennem, de annak a módját rábíz a játékosra, és mint említette a saját cikkeimből, akár indulhatok innen is, de nézzük meg egy kezdő A kezdő során sajnos nem értem el a 15-ös gyűrűt, vagy a 15-ös belső kört, úgyhogy ebben az esetben ez a korong sajnos nem számít, ez lekerül az árokba, teh tehát abban az esetben, hogyha nincs korong a táblán, akkor el kell érnem ezt a bizonyos belső gyűrűt. Azt a kis Stonehenget. Hogyha ez nem sikerül, akkor érvénytelen előkésnek számít. Majdnem bement. Ebben az esetben. Hát így kell kezdeni. Ebben az esetben most nekem el kell találnom a bent lévő korongot, és lehetőleg azt onnan ki kell Oh. Pöcköl, nem? Ott maradhat a másik játékosnak a korongja, de Rékának már érintenie kell lövésével az én korongomat. Hát igen. Nagyon szép lövés, benn maradt a 15-ösön, viszont nem találkozott az én korongommal, úgyhogy ez lekerül. Kuka. Roppant kellemetlen, hogy nekem most meg réka korongját kell valami módon elcsípnem. Ez történhet közvetve is, tehát nem csak közvetlenül, hogyha sikerül egy olyan helyzetet teremtenem, hogy én meglököm egy saját korongomat, ami érinti réka az korongját, akkor az is jó, viszont hogyha én egy ilyen közvetett módon próbálnék meg e, találkozni rékáival, viszont egyik sem találja el, akkor minden egyes korong, ami részt vesz ebben a láncreakcióban, lekerül a tábláról. Hogy én hogy fogom azt... Sehogy. Sehogy, Zoli. Add fel. Oh! Fúj! Boca. Fúj! Nem akarok elnézést kérni, mert én jó vagyok. Hát ez szörnyű. Viszont meglehetősen könnyű lesz ezt átaszkálni. Ugye arra. Hát egy kicsit kiebírt. A, a, a találkozás Fogjuk rá. Igen, és hát felváltva jövünk végig. Most nézd meg, bejöttél Így terembe. Ha többen játszanánk, akkor óramutatójárásoknak megfelelően jönnek egymás utána a játékosok. Ha! Nagyon szép. Ez a legjobb, amikor ki tudod lökni középről a másikat. Ez csodálatos érzés. Puff. Hát ez gyorsan le is Nagyon mm. Lehet, hogy mögé állok kicsit. Így kell letisztítani a saját babádat. De! Hát igen. A bénepöccölések sorozata. Igen. Nem is tudom, melyik kézzel. Hát ez. Ugye nem értem hozzá, ilyen esetben az enyém azonnal leesik, és még egy érdekes eset lehet. Sajnos érinti a leg, legszélső vonalat ez a korong, úgyhogy ez sajnos távozik. Igen, bár magától nem esett le, de ha az alsó vonalat érinti, akkor ugyan, mintha leesett volna. A játék végén a játék téren fennmaradt korongok, alapon arra mondom, Jó, van a, 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 a játék téren maradt korongok, hogyha érintik a szélsőbb vonalat, akkor sajnos lecsúsznak. Tehát abban az esetben, hogyha itt lenne egy korong a játék végén, akkor ez sajnos öt pontnak számít. Mm. Na, próbálkozz, próbálkozz. Jaj, de sajnos. Na, most nincs ellenfél koronga táblán, úgyhogy én rögtön célozhatom Szörnyű. belsőt. Ami, hogyha sikerül. Á, mondom, hogyha, hogyha sikerül. Sikerül. Én nekem volna ugye. Fennmarad, mert érinti a 15. Tehát meg kell, el kellene találnom. Hát ezt hihetetlen, ne legyen, már ilyen kis gyáva. Abban az esetben, hogyha egy játékosnak valamilyen utom módon hmm. szabályosan sikerül betalálni középre, az nem maradott, hanem egy ilyen külön kis pixisbe kerül, ez a pixis ez nem tartozik az alapjátéknak, tehát rögtön hát élet, tesszük, és tesszük, és egy picike helyben tesszük, és a játék végén minden egyes ilyen külön félretett konon 20 pontot ér. Alapvetően ez a cél a játéknak, hogy... Hát erhajtunk. Jó lett volna, ha, de nem. Há! Fúj! Há! Fúj! Ez az. Ez szuper agresszív. Belőhetnéd a... Ah, majdnem. Az, az a kedvencem, amikor Zoli korongja, belöki az én korongomat középre. Az, az csodálatos. Nem, nem az, 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 a legjobb. Az egyenesen a rettenetes. nagyon jó. És ez a krokinolnak számol az egyik legnagyobb varázsa és legizgalmasabb része, hogy szuper változékony. Van egy állásunk a táblán, de ez bármikor átvarjálható, a játék legvégig izgalomban tartja. Ah! Puty. Pikulába. Na ott van még egy, azt kell kinyírni. Ez az. Most már lőhetek középre, ha. Ha most véletlenül. Na. Nem hagy engem. Ez az utolsó korongom. sajnos érinti az alapvonalat. Ebben az esetben egálunk van, 15-15 pontot írunk fel, hivatosan senki nem kap pontot. Abban az esetben, ha Rékának még lenne korongja a táván, ezeken a helyeken, akkor úgy néz neki, hogy ezért kap 15 pontot, ezért tizetett összesen 25, ezért 5, -öt, ami így összesen 30 pont, mínusz az én 15 pontom, és aki több pontot gyűjtött, annak az, a gyűjtött pontjából levonjuk a kevesebbet gyűjtött játékosnak az eredményét, és a különbözetet írja jóvá az a játékos, aki megnyerte a partit. És aki így 100 pontot előbb gyűjt be, ő győz. Ennyire egyszerű az egész. A dexterity, vagy az ügyességi játékok meglehetősen megosztónak számítanak. Sokan szeretik, sokan nem, sokan nem szeretik ügyetlennek érezni magukat. Sokszor egy társas játék rögtön választad, hogy valamit ügyesen csináltál, vagy kevésbé, és a dexterity ügyességi játékok azonnal választ adnak, hogy eredményes voltál, vagy eredménytelen. Rögtön transzpalens lesz a játékos számára, hogy wow, szép mozdulat volt, ügyes vagy, esetleg nem. Általában a stratégiai játékok később adnak erre választ, később forki, hogy ez a döntés az szerencsésnek vagy szerencsétlennek bizonyult. Az ügyességi játékok az utóbbi időben nagyon komoly divatnak és népszerűségnek örvendenek. Klask pöccenő próféták, picskar, egy csomó játék, de még a vigyázat vagy is alapvetően valami ügyességi helyzetet kínál. És én nagyon üdvözítem, hogy a társasjátékos világ gazdagságát ilyen módon is meg lehet mutatni. A Krokinol messze legnagyobb varázsa, hogy minimális előkészülettel tényleg annyi, hogy kiöntjük ezeket a korongokat, mindegyik játékos kap 12-t, és rögtön peckölünk. Azonnal elkezdődik, azonnal tudod, hogy mit vár tőled. Egy képet láttál, pontosan tudod, hogy hogy tudsz a játékos csatlakozni. És ez a szuper intuíció, ez csodálatos, hogy játék azonnal játszik. Elképesztően végig, hogy icipici a küszöb. Sokan nem igélik ezt a pontozást, hogy akkor most versenyszerűen, akkor most 12 koron, ezt nagyon jó csak úgy játszani. Úgyhogy bizonyos szempontból nekem már-már a parti játék hangulatát súrolja tökéletesen az a társasjáték, egy nagyon nehéz, tárgyalásokkal zsúfolt, fárasztó munkanapot követően egy pici pöckölésre bármikor kapható vagyok. És a Krokinos számomra tökéletesen megadja azt a lehetőséget, hogy just for fun, kedvéért játszunk egy picit, mert vicces és nagyon szórakoztató, amikor egy egyértelműen, egyértelmű, vert helyzetnek tűnő pozícióban is tudok fordítani. És megvannak benne azok az egyébként ügyesen finom hangolt versenyszabályok. 20 pont, 15, 10 pont, 5 pont. És aki először 100 pontot gyűjt, ő győz. Ez nagyjából egy nagyon jó negyed óra, maximum fél órás belátható távolság, amit igazából bármilyen körülmények között nagyon szívesen játszom megadja azt a teljesség érzetet optikailag, nagyon lekerekítetnek, befejezetnek tűnik, ami nekem nagyon sokszor hiányzik a modern játékok esetében. Egy csomó ilyen csatolmány, bővítmény, kiegészítés, ez az amaz, majd még később folytatjuk lehetőség van, nem. A krokinol világa teljesnek tűnik, és nagyon ismerősnek. Nagyon olyan üdén távoli ez a kanadai curling, ez a bizonyos kis korongot megpróbálunk a legjobb helyre jutatgatni, és az egymás kipöckölése, ez olyan megmosolyogtató, kedves konfrontáció nem nagyon tudok haragudni a másik játékosra, mert igazából pozíciót nyer, és nagyon jó az a szabály, hogy ha a másik játékosnak korongja van a táblán, el kell találjam, interaktálódnom kell vele, általában a kárára is. Egy csomószor egy tökéletes lövést tud azonnal a kukában landolni, hogyha nem találkoztam a másik játékossal, mert korongja volt a táblán. Nagyon jó kitalált, nagyon precíz, nagyon jó játékossal dolgozó, kettő, három vagy négy játékos részére kitalált játék, én mégis legjobban ketten szeretem. Face-to-face face egymással játszunk, 4 en jó, végül is kevesebb korong egy más játékén, mint de nekem messze menő egy két játékossal mond szányat, ez a csodálatos társas játék. Ami fenntartásom azonban, az rögtön látszik. Nagy és egyáltalán nem kompakt. Hogyha a klaszkban zavart titeket, hogy nem lehetett összehajtogatni azt a táblát, akkor ez villogni fogok Rokidol esetében. Egyáltalán nem tartom kompaktnak, és nem utaztatható játék. Én nagyon szívesen elmenném a Margit szigetre, Pff, letesszük fűre és pöcskelgetünk, csodálatos élmény lehet. Csak hát most a hóna alá hogy csomagoljam be. Tehát egyáltalán nem tűnik praktikusnak és mobilisnak ez a bizonyos játék. Holott én megdicsérném a kiadványt, mert van egy ilyen falra függeszthetőség lukacska, hogyha a falon szeretnénk tárolni, nagyon dekoratív éke lehet a, 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 a játékasztalnak vagy a játékkörnyezetnek a játékszobának. Tehát ebből a szempontból kifejezetten dekoratív történet. Viszont ezt a nagyszabásúságot az ára is kíséri befektetést kér. Senki zsebében nem akarok turkálni, hogy szoktam mondani. Általában a társas játékok mély játszunk, viszont a Krokinol esetében ez egy életre szóló befektetés bizonyos szempontból. Ha vigyáztuk erre a játékra, ez 1876 óta játék, és még az 150 évig játék is lesz. Nagyon egyszerű, nagyon tiszta, és az a kristály letisztult élmény, az a gyöngy hatás nagyon szépen érvényesül minden játék alkalommal. Nem nagyon láttam még játékost, akinek ne tetszett volna. Annyi, hogy... ötsz. Nem sikerült következő. És rögtön játsszuk a következőt. Nagyon egyszerű és nagyon letisztult, amire szerintem modern korunknak hatalmas lesz szüksége van. Én nagyon örülök, hogy megjelent a Krokinol mini. Fontos tudni, hogy eredetileg ez egy picit nagyobb, nagyobb költségvetést kérő, olyan gyönyörű kivitelezésű táblák vannak, hogy csak nem a megfelelő befektetéssel együtt, de szerintem egy ügyes kompromisszum a kiadó részéről, hogy egy zippeltebb, egy kompaktabb változatban sikerült elérhetőbb áron a nagy közönség számára lehetővé tenni a, a krokinolt. Szerintem így több háztartásba eljuthat, és többek találkozhatnak ezzel az izgalmas befektető dilemmával, legyen életre szóló krokinol élményünk, avagy sem. Akik hőbörögnének a krokinol árával kapcsolatban, szerintem fontos tudni, hogy a fa jelenlegi piaci ára nagyon megugrott. Hogy a pandémia vagy a nemzetközi helyzet miatt a celluloid, a papír, meg önmagában a nyomtatás, de bármilyen, fából készül, drága. Úgyhogy igen, befektetést kér a Krokinol, és érdemes mérlegelni, ahogy a nagyszabási jubilómi játékok esetében, hogy ez nem kifejezetten a mennyiségi játékosok játéka, hanem azoké, akik egy-két, de nagyon nagyra becsültársas játékot tartanak otthon. A Krokinol pedig nekik abszolút említésre méltó. Köszönöm szépen ezt a játékot a Vagabund kiadónak, hogy bemutathattam nektek, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó pöckölést és jó játékot. Sziasztok! Na, én kezdek. Pazar. Hát ez jó túlmegy. Tök, tökéletes ez, nem lesz Hát figyelem, à! csak mit figyeljek? Ez káprázott. Ugye? <laughs> Nagyon szomorú volt. Na. Pedig egész jó helyre álltál be egyébként. Fúj, fúj. Jó, jó zelmi tánc? Jó, 20 pont. 20 pont, teljes. Ezt jelöljük úgy, hogy játékszabályra teszünk. Nagyon jó. De miért, miért? Olyan pici múlt volna. Azt hittem azt mondod neki, hogy olyan pici vagy, mégis találod a lukat. Na. Ne. Figyelj a mágiát, mind a kettőben megy. Nem. Véleményes, de érinti. Véleményes, ez... Véleményes, érinti. Ez hol? Teljes. Nem is érinti a vala... Kívülről. Adjál már. Négyes alá. Menjél már. Négyes alá. Az nem egy egy.